Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Erre a kérdésre kellett választ adniuk a jogosultaknak a vasárnapi magyarországi referendumon. A Nemzeti Választási Iroda hétfőkora délutáni adatai szerint a nemek győztek. A voksolók 98,34%-a, vagyis 3.282.724 személy szavazott a nemre, vagyis utasította el a betelepítési kvótát. Az igen mellett 55.555 személy, vagyis az urnák elé járulók 1,66%-a döntött. Összesen 8.261.394-en szavazhattak. A választójoggal rendelkezők 43,38%-a, vagyis 3.583.588 személy voksolt. A Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap este közölte, hogy az érvényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény szerint szükséges 50%-ot, így érvénytelen lett az országos népszavazás. Pál Filona még korábbi vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a végleges adatokra még napokat kell várni. 105 külképviseleten 11.231 választópolgárt vártunk szavazni. 11,231 was the number of those eligible to cast their votes at foreign representations at 105 different locations, 105 different foreign representations. Ezeket a szavazatokat a külképviseleti munkatársak a lezárt urnákkal együtt szállítják haza. These votes are then transferred into Hungary in the closed ballot boxes by the associates of the foreign representations. És miután az urnákat a Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta, ezt követően tudjuk összeszámolni a szavazatokat. Following that, these closed ballot boxes would be examined and checked by the National Election Commission, and following that, the counting of those votes will start. Várunk még további levélszavazatokat. We are expecting further ballots by mail coming in. Amelyek nem postán érkeznek, hanem a külképviseleteken adták le őket. Ezeknek csütörtökig kell megérkezniük az NVI-be. Egyébként a legaktívabb megye Vas volt, a részvételi arányot 49,35% volt, a legkevésbé aktív Budapest, ahol 34,74% szavazott.